Itt az Elek Gyula Aréna jelentkezik immáron a mérkőzéssel. Jó estét kívánok! Ferencváros Sternesbergen összecsapás következik, tehát a KEK 8-at döntőjében, és először a nemzetközi kézilabdázás történetében, hiszen ez a két csapat még soha nem találkozott egymással. A norvégok egyébként is az 1998-99-es idény óta vannak csupán a nemzetközi vérkeringésben, akkor indultak először az európai kupaporondon, és aztán egy évvel később 2000-ben már el is jutottak az EHF kupa döntőjéig. Az eddigi legnagyobb sikere a Sternesbergennek, amelynek játékosai érkeznek éppen a pályára. Ez mindkét kézilabda klub egy nagy anyaegyesület önálló szakosztályaként működik, úgyhogy ez feltétlenül hasonlóság a két gárda kapcsán, és hát azért mondhatjuk talán, hogy a legsikeresebb szakosztály is, hiszen a zöldfehéreknél az a 4 nemzetközi kupagyőzelem az önmagáért beszél, míg a Sternesbergen is azzal a nemzetközi kupadöntővel azért mindenképpen beírta magát a csapat, illetve a klub történelem könyvébe. Jönnek tehát a norvég játékosok, a Salernót búcsúztatta az előző fordulóban, tehát egy olasz csapatot a Bergen itt, a kupagyőztesek Európa kupájában, egy helyszínen Olaszországban rendezték mind a két mérkőzést, két egymást követő napon, előbb egy 33-33-as döntetlen született, aztán a második mérkőzésen másnap a visszavágót 25-16-ra megnyerte a bergeni együttes, és bizony hiába várunk több játékost, kékmezben nem érkeznek, hiszen mindössze ennyien jöttek Budapestre, 10 játékost írtak mindössze a jegyzőkönyvbe ezen a mérkőzésen, úgyhogy jönnek pillanatokon belül a ferencvárosi játékosok, az zöldfehérek vallják, hogy túl vannak most már a csalódottságon, csak is előre néznek, és hogyha már úgy hozta az élet, hogy a kupagyőztesek Európa kupájában kell szerepelni tavasszal, akkor megpróbálják 4 éven belül harmadszor is megnyerni. Ugye, ahogy ezt Elek Gábor is mondta itt a mérkőzés felvezető interjúban, ugye a harmadik helyen zárt a Fradi a Bajnokok Ligájában, a Midtjylland és a Buducnost mögött a maga csoportjában, és bizony azt a dániai első mérkőzést nagyon-nagyon bánhatják a zöldfehérek, hiszen mindenki egyöntetően úgy fogalmazott, hogy ott már eldőlt a Ferencváros sorsa, gyakorlatilag azon múlt a továbbjutás. A bajnokságban ebben az esztendőben nagyon eredményesen szerepel a csapat, ugyan Győrben papírforma vereséget szenvedett, a többi ellenfelét viszont magabiztosan megverte, ugyancsak a papírformának megfelelően, de például az azért jelzésértékű, ahogy például a bajnokságban mögötte következő két csapatot, a Dunaújvárost, illetve az Érdet legyőzte 8, illetve 9 góllal, szóval ez azért jelzi, hogy a zöldfehér csapat valóban túl van a sokkon, és úgy tűnik, hogy jó formában várja ezt a párharcot, ezt az összecsapást, amelynek ugye az Elek Gyula Aréna ad otthont. Utoljára 2012 tavaszán játszottak itt KEK mérkőzést, akkor azonban még nem Elek Gyula Arénának hívták, hát sajnos azóta Elek Gábor édesapja is elhunyt, és aztán végül az ő nevét viseli az aréna. Egyébként nem ez az első nemzetközi kupamérkőzés ebben a csarnokban, hiszen a Bajnokok Ligája selejtezőjét itt játszotta a Ferencváros még szeptemberben a Lokomotív Zágráb, illetve az Érd ellen, és ugye ott mind a két találkozót megnyerte a magyar együttes, és hát reméljük, hogy most itt a Sternesbergen ellen is összejön majd a siker. A norvég játékosok elindulnak közben, ugye lesz majd gyászszünet is természetesen a találkozót megelőzően. A játékosok nem voltak teljesen tisztában, hogy akkor mi is a megfelelő sorrend itt a protokoll tekintetében, itt a mérkőzés előtti felvezetés kapcsán, hiszen ugye Karl-Erik Böhn emlékére jön majd a gyászszünet, és elhunyt Kökény József is, a Ferencváros korábbi labdarúgója, VVK győztes játékos, úgyhogy értük lesz majd a gyászszünet a találkozót megelőzően. Itt a Ferencváros összeállítása, hát ez egy BL szintű keret, azt hiszem, hogy erre nyugodtan mondhatjuk, hiszen 9 olyan játékos nevét is láthatjuk itt, akik szerepeltek a világbajnokságon, ilyen minőségű állományt nagyon kevés KEK csapat mondhat a magáénak, úgyhogy a Ferencváros valóban esélyes itt a sorozatban, de azért egyetlen egy ellenfelet sem lehet félváról venni, ahogy Elek Gábor is mondta, a skandináv csapatok azért okoztak már nagyon-nagyon komoly fejtörést a magyar kluboknak. Itt van a bergeni együttes összeállítása, nagyon kevesen vannak, tehát mindössze 10 játékos, 2 kapus,
és egyetlen egy légiós, Einarsdottir, 10-es számmal egy izlandi játékos, az átlag életkor épp, hogy 23 év feletti a bergeni csapatnál, úgyhogy azért a rutinnak bizony a hiányában, vagy a rutin hiányában is szenvedhetnek itt a mérkőzés során. Valóban, hogyha a Ferencváros koncentráltan játszik, akkor nagyon nem lenne szabad, hogy gondot okozzon a bergeni együttes. Tore Johannesen a képen, a vendégcsapat vezetőedzője, egyébként mindössze kettő szakvezető, két szakember kísérte el a 11 játékost, úgyhogy a lehetséges négy helyet nem használták ki a kispadon sem a norvégok. Két orosz játékvezető, Kiasko, illetve Kiszeljev. Tegnap Győrben is oroszok fújtak, velük azért nem lehetett igazából elégedett egyik fél sem. Reméljük, hogy ez a két orosz bíró nem játszik majd főszerepet ezen a találkozón. Szark Adrián a képen érkezik a pályára, úgyhogy ő kezd majd a bal szélen. Ott van Szucsánszki Zita, Tomori Zsuzsanna, és Szikora Melinda lesz majd a kapus a magyar együttesbe. Felálltak már a csapatok a mérkőzés, ez lesz még egy kezdődobás a találkozót megelőzően. Egy ferencvárosi szurkoló a 28. születésnapjára kapta ezt a kezdődobást, és feléltesse a hölgyet. Szabolászki Piroskának dobta oda a labdát, és akkor nem sokára kezdődhet majd a mérkőzés. A játékvezető most mondja el a norvég játékosnak, hogy jön majd a gyászszünet a kezdő sípszót követően. Emlékezzünk tehát Kökény Józsefre, a Ferencváros VVK győztes labdarúgójára, aki 73 éves korában hunyt el, Kökénybe a édesapjáról van szó, illetve Karl Erik Bőnre, a magyar női válogatott szövetség kapitányára. Nyugodjan a békében. Valamint életének 49. évben elmúlt Karl Erik Bőn, a magyar női válogatottal EB bronzérmes egykori szövetségi kapitány. Kérem, hogy egy perces néma felállása tiszteletjük emlékeket. Két kiváló sportemberrel lett tehát szegényebb a sportvilág. A mérkőzés azonban elkezdődött kékmezben, tehát a Ternes Bergen, a Zöldfehérben pedig a Ferencváros. Az óra viszont nem indult el, úgyhogy egyenlet egy új kezdést rendel majd el a játékvezető. Itt láthatjuk, úgyhogy akkor még egy picit várni kell a startra. Visszarendeli a játékvezető a csapatokat. Ez az egyszerűbb, mint előreállítani néhány másodperccel a helyi órát. Úgyhogy akkor másodszor, sőt, tehát harmadszor is elkezdődik a mérkőzés. Kek 8-at döntő tehát. Az első mérkőzés jövő héten jön majd a visszavágó Norvégiában, de azért a ferencvárosiak szeretnék, hogyha annak a találkozónak igazából már nem lenne tétje. 8-10 gólos győzelemben én azt gondolom, hogy elégedettek lehetnénk, és akkor nagyon nagy gondunk nem lehetne majd egy hét múlva. Hármassal Hagen irányít az ellenfélnél, éppen nála a labda, és megszerzi a vezetést ezzel az átlövéssel a bergeni csapat. Nagyon hatékonyan, nagyon tudatosan játssza a kézilabdát a Ternes Bergen. Helyzetekig játsszák általában a támadásaikat, nem szórják el a labdákat, és hát természetesen ugyanúgy, mint ahogy az összes skandináv csapat, nagyon gyorsan indulnak. A lerohanás ennek az együttesnek is erőssége, mint ahogy a kemény védekezés is. Ezt most Tomori Zsuzsa tapasztalhatta meg.
Szarka Tomori, Zácsik, Szucsánszki, Szamaránszki, illetve Kovacsic a kezdősorunk. A labda pedig az ellenfélé. Bejátszása, beállónak Szikora védi Einár Dottir lövését. Az egyetlen légiós, tehát a beálló. Itt láthatjuk még egyszer, ki tudott bújni a Szucsánszki mellett. Szikora azonban védeni tud. Tomori. Ami már meglepő, hogy nem hatos falat védekezik a Ternesbergen. Tomori törbe, véd a kapus, de kétkezes lökésért 7 méteres következik. Liljegrént láthattuk egy pillanatra. Ő tolta kifelé Tomori Zsuzsát. Így aztán lehet egyenlíteni. Hetesből Nerea Pena érkezik. Három játékos nem szerepelt még soha a kekben. A Ferencvárosból Nerea Pena az egyik. Úgyhogy akkor feljegyezhetjük, hogy megvan az első gólja a kupagyőztesek Európa kupájában Nerea Penának. És ebben a szezonban megvan a Ferencvárosnak is. Érdekes volt, láthatok, Davidzen nagyon elment a lövőcserre. Teljesen üresen hagyta a kapu bal oldalát. Szikora. Szucsánszki indul meg. Egy védés a kapustól. Nem volt ezzel olyan nagyon nehéz dolga Davidzennek. Gosse. Remek volt a bejátszás, és 7 méteres következik itt is. Meg egy sárgalapos figyelmeztetés Kovacsic Mónikának. És Lin Gosse az, aki készülődik a büntetőhöz. A bergeniek leggólerősebb játékosáról van szó. És Szikora fogja a hetest, úgyhogy marad az 1-1. Az ellenfél legjobbját elbizonytalanítani mindjárt a mérkőzés elején. Nagyon jó ómen lehet. Szamaránszki. Einár Dotti nagyon keményen védekezik. Zácsik viszont könnyedén jut a hatos közelébe, és már előnyben a Ferencváros. Jó a védekezés a másik oldalon. Tomori kapja a pacsit Cifrától, itt pedig Szikora irányítja a védekezést. Andreasen tovább. Ő van középen, folyamatosan váltják egymást Hagennel. Meg itt egy remek blokk ezúttal Zácsiktól, lehet menni. Kovacsic, ott a gyors indulás, nincs viszont gól, sőt ítélet sem. Meggyőződésem, hogy Szarkával szemben szabálytalankodtak, de marad a 2-1. Egy hetest már befújtak a Ferencvárosnak, még egyet nem az első 5 percben, viszont egyenlít a Bergen a másik oldalon, Lin Gosse, aki ezzel ugyan kihagyta a 7 méterest. Nem sokkal később azonban csak megszerzi az első gólját. Itt láthatjuk még egyszer, egyértelműen a lövő kezére tartott oda Maren Lead Szarkának. Ezért bizony hetest kellett volna adni. Szucsánszki, Zácsik. Szucsánszki, 3-2 ide. Azonnal már is közepet kezdtek a norvégok, és gyorsan végighúzzák a támadást, amivel aztán nem születik gól. Lead próbálkozott. Érdekes, hogy sietetik a játékot a norvégok, pedig hát nyilván ők is tisztában vannak azzal, hogy mennyire kevesen vannak, és hosszú távon ez biztos, hogy kifizetődő lesz majd, bármint a rohanás a számukra. Tehát lassú kézilabdás skandináv csapattól nem nagyon láttuk még játszani. Tomori a háta mögött tette tovább. Zácsik,
rossz kéz oldalról mellé durran. Andreasen. Gosszé. Vagy bepattintja Liljegrénnek, aki aztán jön le. Csak védekezésben van fenn a pályán. Hagrén érkezett a helyére. Andreasen. Kapja vissza Gosszé. Nagyon szembetűnő, hogy rájátszák ki a figurák nagy részét. A második gólja. 3-3. Ez egy nagyon szép csukló mozdulat volt, hogy betette a labdát Cikora Melinda és a kapufa között Lingoszté. Szucsánszki, Tomori. Szép bepassz, Szarka eltalálta Davidsent. Teljesen tisztán lőhetett. Gosszé, Andreasen, Szarka most ebbe belenyúlt. Aztán nem alakult közvetlenül, Zitzer lead nem tudott bemenni. Ez a szög pedig Gosszénak is nagyon-nagyon éles volt. Pedig láthattuk, hogy nem akármilyen csuklóval rendelkezik. Zácsik! Neki meg szerencsére a válla most már teljesen egészséges. Bár ahogy ő fogalmazott, egy kétszeresen műtött vár, soha nem lesz már az. Minden esetre ezen a lövésen nem látszott, hogy bármiféle problémája is lenne. Skogrand azonban gyorsan válaszolt a másik oldalon. 4-4. Tertnes Bergen jelen pillanatban a harmadik helyen áll a norvég bajnokságban, pontazonossággal a második Storhamarral. Szép továbbítás, Szucsánszki! Kátongott a folyosó üresen előtte. Gyorsan ki is használta, Tomori nagyon szépen vette észre, hogy lehet passzolni. Skogrand tüzelt, a labda a miénk. Zácsik lendületből, most már próbálják felvenni. Szarka pedig nem tudja megmenteni a labdát, Zácsiknak meg nincs baja. Ez a legfontosabb most itt a támadás végén. Elcsúszott Zácsik Szandra. Szóval jelen pillanatban úgy áll a Tertensberger odahaza, hogy még egy BL selejtezős hely sem elképzelhetetlen a következő szezonban. A Larvik utca hozta a vezet 8 ponttal, mögötte viszont nagyon nagy a harc a második pozícióért. Skogrand, Hagen, Andreasen, Gosszé rendkívül gyorsan járatják a labdát, lejut a szélre, Szikora. Tökéletesen járt a labda végig, kézről kézre, szerencsére Szikora eszén, azonban nem jártak túl. Szamoránszki a pályára, ő most nem védekezik. Cserélnek Cifrával. Tomori. Megint Szucsánszki, hasonló szituáció az iméntihez. Hetes következik. És még egy sárga lap is Skograndnak. Már itt Tomorival szemben is szabálytalankodtak. Liljegrén egész pontosan. Skograndra fújták rá a szabálytalanságot, és jöhet megint Nerea Pena, aki az első hetesét értékesítette, a másodikat is. Tökéletesen ellentétes irányba mozdult a kapus is, és ment a labda is. Az első hetesnél a másik oldalt választotta Pena. Skogrand. Hagen, Andreasen, kínai. Leért már Gosszé lába.
technikai képzettségükkel semmiféle gond nincs a norvégoknak, és ezzel most elmehetnek és gólt is szereznek Andreasen révén. Nem is Liljegren volt az, bocsánat. 6-5. Szucsánszki, Tomori. Tarka a másik irányba mozdult, és szabálytalankodtak is vele szemben. De arra azért lehet számítani, hogy ameddig bírja erővel a Ternesbergen, addig nyilvánvalóan megpróbálja tartani a lépést a Ferencvárossal. Egyelőre sikerül. Zácsik. Zácsik. 7-5. Ő megállíthatatlannak tűnik egyelőre. Pedig most is rángatta rendesen Andreasen. Újra 2 gólos az előny. Itt a remekül tartotta meg Einár Dottir. Skogrande. Újabb szabad dobás. Hagen. Andreasen. Skogrand megpattan. Pekes gól a részünkről. 7-6. Tomori. Most már 8-6. Egyelőre azért születnek a gólok rendesen innen rossz kéz oldalról. Tomori is betalált már innen, illetve Zácsik is. Nincs balkezes lövő egyelőre fent a Ferencvárosban, Szekerc és Luca a kispadon. Nem tudja megfogni Einár Dottir, és ezzel lehet menni. Kovacsic. Először 3 gól közte. 9-6. Andreasen. Hagen, szabad dobás, itt rakom egy sárgát. Elő is a lövő kezet találta el. Teljesen jogos a figyelmeztetés. Andreasen tovább, Skogrand. Újra kezdik a támadás építését, Hagen. Elek Gábor már passzívot reklamálna. Hagen közbelő, Szikora véd. Szerencsére azért meglehetősen sűrűn találkozik a labdával Szikora Melinda. Megtámasztották most Zácsikot. Íme a bűnös Liljegren. Cifra kapott tanácsokat Elek Gábortól. Láthattuk ősszel támadni és cifralni, tehát most egyelőre cseréli a beállóit a Ferencváros. Kovacsic pedig újabb gólt szerez, 10-6 most már. 4 gólos előnnyel hozza le az első negyed órát a magyar csapat. Tore Johannesen pedig azonnal időt kér. Nem szeretné, hogyha gyorsan elhúznának a mieink. Másik cipike, amit mondtam, hát hol a cipi? Hát
futottál lerohanással, az jó? Amikor a Szani kezdét elhagyta a Zsuzsi felé a labda, akkor gyere be, akkor nagyon-nagyon gyorsan, jó? És akkor meg lesz a helyzet. De elé ne gyere be, hogyha ott túljutott a védőn, mert átesik rajtad, jó? Figyelj, védekezésben tartsák ki ezeket a tököléseket, böcsöléseket, viseld el, legyen végig türelmed, jó? Nem kell ezt nekünk az első védőbe megnyerni, csinálj, és ha megveszünk, nem lehet eladott labdát. Kettőt kézbe adunk rögtön az elején, jó? Gyerünk már, állj meg! Hagen betörése után védett közben Szikora, és most már Szucsánszki hozza fel a labdát, Zácsik. A védekezésre és támadásra is felhívta a figyelmet. Elek Gábor, Zácsik góljával pedig már 11-6. De ugye a legfontosabb az, hogy nem itt az első fél időben kell megnyerni ezt a találkozót. Valóban lehet majd arra számítani, hogy a végét nem bírja a norvég együttes. Itt láthatjuk még egyszer Szikora Melinda védését. És tényleg még visszautalva az időkérésre, abszolút nincs feleslegesen ellőtt labda a norvégoknál, az utolsó pillanatig végigjátszák a helyzeteiket. Na most pont Skogrand rám cáfolt, bár ezért az egy meglehetősen tiszta lövő helyzet volt, az egy másik kérdés, hogy nem a legjobb pozícióból. Zácsik 12-6 már. Nagyon beindult Zácsik, Szandra 5 gólos. Kellett az a védőháló is oda a kapu mögé. Mondanám, hogy Zitzer, de Liljegren rálépett a vonalra. Szucsánszki, Zácsik, Cifra. Megint nem túl jó ütemben mozdult. Gosszé, és Szikora. Ráérzett, hogy hová jöhetnek a lövések Gosszé esetében. És nem csak akkor hárít a Ferencváros kapusa, hogyha megkapja a megfelelő segítséget a védőfaltól, hanem most már bravúrokat is bemutat. Csere a másik oldalon, Sakura Hauge véd a továbbiakban. Jó lenne őt is gyorsan felavatni. Az előző nem egészen 5 percet 5-0-ra nyerte a Ferencváros. Úgyhogy ez most egy nagyon megbecsülendő szakasz, 13-6 már. Lehet, hogy nem kell eldönteni az első fél időben a mérkőzést és a párharcot, de ha el lehet, hát akkor miért ne? Volt még 7-6 is. A norvégok leragadtak ennél a 6 szerzett gólnál, a Ferencváros most már 13-nál tart, és ráadásul 2 percig ember előnyben a mieink. Andreasen. Le a szélre. Nincs ítélet. Szikora pedig indít. Tomori. Kovacsic 14-6 már. Az elmúlt percekben most minden sikerül a Ferencvárosnak. A Bergen védekezése finoman szólva sem szigorú mostanság. De 18 perc alatt 14 volt lőni, az feltétlenül dicséretet érdemel. Gosszé, Andreasen tovább, Skogrand, Einar Zottér az egyértelmű belemenés. Két zöldmezes játékos döntött fel Einar Zottér, aki aztán lemarad, úgyhogy most kettős ember előnyben vagyunk, ki lehet használni, úgy is van Kovacsics Mónika. 15-6. 8-0-ás széria most már a zöldfehérek neve mellett. Andreasen, Gosszé, Einar Zottér. Itt kereshető út a szélen. Szucsánszki, Zácsik vissza.
Kosánszki, ez is bent van. Gyakorlatilag minden támadásból gólt szerez most a Fradi. Szegény Sakura Hauge nem találkozott még a labdával. Legalábbis akkor, amikor szembe jött, akkor nem. Csak amikor maga mögé nyúlt. 4 gólos már Szucsánszki Zita. És egy újabb időkérés a norvégoknál. Ember hátrányban vannak ők, tehát mi vagyunk ember előnyben. Akkor vegyük ki a bal szélsőt, mert a barátlövőben poszton van fönt, jó? Ott már ki lehet, ez ott is beálló. Beálló, elfut. Jó, akkor gyere föl, rohanás. Lerohanásban beálló mozgás, az lenne a jó, jó? Rea, figyelj oda, hogy mikor jössz, hogy jössz. Jó, lerohanásban beálló mozgás. Nagyon nagy területed lesz. Arra figyelj, hogy ne gyerek későn, meg ne gyerek korán. Későn akkor jössz, hogyha a Zsuzsinál van a labda, és te még átcsorogsz a másik oldalon. Korán akkor jössz, hogyha a Szani betörését megállítod. Jó? Tehát amikor a Szani kezdét elhagyta a labda a Zsuzsi felé, akkor gyere, de onnan a Zsuzsi elől. Jó? Gyere. Nagyon most már merre elől? Most már ilyetes. Jó? Elég részletes utasításokat kapott Elek Gábortól Mészáros Rea, aki ott van Tomori Zsuzsa mellett hármas védőként bent a pályán. Skogrand pedig most gólt szerez. Lead pedig bejött középre a szélről. Hosszú idő után lőtt újra gólt a Terpensbergen. De ezt megelőzően 7 perc alatt lőtt 9-et a Fradi. A Bergen gyakorlatilag csak asszisztált itt az elmúlt percekben. Itt egy védés az első Sakura Haugétól. Skogrand. Kétszer egymás után azért nem sikerül. Fradi pedig indul gyorsan, penállövését blokkolják. Ezzel az indítással pedig elmegy Gassé, becsúszik. 16-8. 2012-ben Európa bajnoki ezüstérmet nyert egyébként Lin Gassé. Egyértelműen ő a legjobb játékosa ennek a norvég együttesnek. Szerzett ellenünk 2 gólt az elődöntőben. Az a nagyon rossz emlékű elődöntőn, amelyet 30-19-re nyertek meg akkor a norvégok. Megint Gassé megy, 16-9 most már. Kicsit bealudtak most a mieink ott hátul. Gassé pedig ezt most nem vitte közel. Eldobta 7 méterről a labdát. Peda. Legalább egy picit megízott az elmúlt 2,5 percben. Ez alatt 3 gólt kapott a csapata, és nem lőtt egyet sem. Mert azért egy ilyen 9-0-ás széria után ez talán belefér. Belemenést reklamál Gassé. A játékvezetők nekünk adják a labdát. Pena. Szarka. Tomori. Kovacsic. Becsúszik Hauge lábai között. 17-9. 5 gólos Kovacsic Mónika. Andreasen lendületből érkezett Lead, aki egyébként eredetileg jobb átlövő, és ezt most ezzel a lövéssel be is bizonyította. Mégis a jobb szélen játszott eddig Tore Johannesen. Megvan a 10. gólja is a Bergennek, a labda pedig Kovacsicnál. Tomori. Zácsik. Pena.
18-10, nagyon-nagyon üresen maradt Nerea Pena. Megvan az első akciógólja a spanyol légiósnak. Az egy nagyon szép csel, viszont beesett a hatoson belülre Andreasen. Egyik meg lehet őket akár futni, de most már visszaértek. Ilyenkor támadott felállt fallal szemben a Fradi. Itt van még egyszer az iménti szituáció, valóban belépett Andreasen. És Szikora egyébként is lehúzta a lövését. Pena oda varázsolja valahogy Szamaránszkihoz, de ugyanaz a helyzet, mint az imént Andreasennél. Úgyhogy a gól érvénytelen. Szamaránszki pedig most bent marad, így zácsik a hármas védő. Gosszé, kapufa. Azonnal pillantott a játékvezetőre. Szeretett volna ítéletet. Kovacsics Mónika két kézzel nyúlt utána. Itt pedig láthatjuk, hogy valóban bezuhant. De hatoson belőle Szamaránszki Piroska. Tomori. Tomori bemegy. Hát némi túlzással akkor szerez gólt a Ferencváros, amikor csak akar. Nem egész 25 perc alatt már 19-et sikerült lőni. Azért ez nemzetközi kupamérkőzésen igencsak szép teljesítmény, de azt azért látni kell így 25 perc után, hogy a norvég csapat azért szerényebb képességű, mint a magyar jócskán. Skogrand a labdával. Lead. Gosszé. És bejött most középre. Skogrand. Lehúzzák a szélre, ez gyönyörű figura volt. Ligrén a befejező ember, ő eddig még nem volt a pályán. Egészen univerzálisak a Ternes Bergen játékosai. Mert mondjuk így, hogy ennyire kevesen vannak, azért valamelyest meg is kívánja a szituáció, hogy egy játékos több poszton is be lehessen vetni. Kovacsics Mónika egy poszton bevethető, de ott nagyszerű teljesítmény nyújt ma. Támadásban mindenképpen ez volt a hatodik gólja. Mészáros Rea védekezett Liljegrénnel szemben. Norvég szabaddobás. Gondolom önök is érzik oda az, hogy nincs azért az a pokoli hangulat, finoman szólva sem, ami általában jellemzi a Ferencváros hazai nemzetközi kupa mérkőzéseit, de nagyon nincs is rá szükség jelen pillanatban. Az egy gyönyörű átlövés gól. Marel Lead a szerzője. Tomori. Liljegrén szabálytalankodott vele szemben, őt láthatjuk a képen. Pena. Kovacsics. Pena bemegy. És kiharcol egy 7 méterest. Az eddigi kettőt ő szerezte. Nem, mint a két 7 méteres gólt. Most a harmadik is az övé lehet, de ezt most kiharcolta magának. És aztán értékesíti is, most nincs lövőcsel. Hauge meg sem tudott moccanni. 21-12. Szegény kapus úgy állt ott, mint aki várja az ítéletet. Inkább az ítélet végrehajtást. 9 gól közte. Skogrand.
Rossz a passz. Elmehet újra 10-zel a Ferencváros. Penáki jön a lövése a kapufáról. Nem marad nálunk a labda. Zácsik. Pena. Tomori. Tarka megpróbálta kihámozni magát valahogy Liljegren mellől. Einárs Dottér pedig blokkol. Elek Gábor időt kér másfél perccel a fél idő vége előtt. Nyilván nem azért, hogy leszúrja a játékosait. Hát ha már van rá lehetőség, akkor miért ne tenné meg? Lehet itt azért gyakorolni majd a folytatásra. Jó? Keresztek. Keresztek, jó? Csináljunk egy hármas, visszazárták a védekezést, csináljunk egy hármas, jó? Az első lője meg a Szani, utána cseréljetek helyet, Szani, Zsuzsi, első, Szani, jó? Tud, második, cseréljetek helyet, és az lőd meg te, hogyha zártan vannak, nem? Ha nem, akkor csináld tovább, csináld tovább, csináld tovább, jó? Jó volt az ötös, jó volt a nyitott ellen az ötös, az mehet, gyerünk. Védekezésben, gyerekek! Nagyon sok gólt kaptunk itt most, gyerünk egy picit, jó? 2-3! Van rá little moody fölögöfám. Van egy posszusúl, mert talán a sisters tegye nori gólkos kérdál. Ez a jelpajta intén elevája. Uppi angelb, szere... Valli szó trompa van szakad. Nem ütlött el. Maga egy enkel passzig, és tűzdőt, jó? Na! Nem a védekezésről szólt valóban ez az első félidő, igazából egyik oldalon sem. A Bergen 21 kapott gólja önmagáért beszél, de a Ferencváros is azért, ha jobban koncentrál, akkor 12 alatt is tarthatta volna ezt a norvég együttes, de hát bánja a fene, 22-12 az eredmény most már. Zácsik szerzett egy újabb gólt, aztán Einárs Dottir válaszol gyorsan. Fél percen belül született ismét kettő találat. Pena. Zácsik tovább, Tomori. Pena. Tomori. Most indul el Tomori a fal felé. Viszont rossz volt az átadása Penának, és ezzel most elindulhat a Bergen. Liljegren nem viszi végig. Andreasen szépen ejtegetnek azért olykor-olykor. 22-14. Stine Lund Andreasen. A gólszerző. A Lundot használja legalábbis a mezén. Ez biztosan az Andreasen. A családi neve az egy szép védés. Haugétól, Zitzert hibázott most Szamoránszki, viszont megvan a labda, úgyhogy nem tud már újabb gólt szerezni a Bergen. 22-14 az első félidő után a mérkőzés állása. Ez a Tertnesbergen, így a 30 perc után azt hiszem, hogy kijelentett, hogy nem fog különösebb gondot okozni a Fradinak majd ebben a párharcban, úgyhogy amit csak sejtettünk a mérkőzés előtt, hogy innen kötelező tovább jutnia a magyar bajnoki ezüstérmesnek, az azt hiszem, hogy azt most már ki is jelenthetjük. 8 gólos előny, tehát az első fél idő után is jövünk majd a folytatással. A arénában 22-14-re vezet a Ferencváros a Tertnesbergennel szemben, és hát látható, hogy gyakorlatilag mindenben azért nagyon komoly a különbség a két csapat között. Legalsó sorban a védési hatékonyságok, mindössze 4 fogott labda a norvég kapusoknál, Hauge és Davidsen ennyit hozott össze együtt, Szikora Melinda egyedül ennek a dupláját, és hát láthatjuk azt is, hogy a lövő hatékonyság ennek megfelelően szintén óriási különbséget, az 71%-kal tüzellek a ferencvárosiak. Íme a legeredményesebb játékosok Kovacsics Mónika és Zácsik Szandra 6-6 góllal egyelőre a mezőny legjobbjai, a másik oldalon Gosszé talán az egyetlen olyan játékos, aki igazán veszélyes lehet, és ezt aztán Elek Gábor is észrevette, és hát a védekezést azért, a védekezésben az erőket
Gosszéval szemben próbálta hangsúlyozni, és ez azért meg is látszott egy ideig. A Bergen támadójátékán volt egy 8-9 perces periódus, amikor egyáltalán nem tudott gólt szerezni a norvég csapat, akkor húzott el ilyen nagyon a zöld-fehér együttes. Egy magyar csapat már elbúcsúzott a sorozattól, hiszen a Veszprém feladta a pályaválasztói jogát, és Franciaországban a Fleury Loire ellen lépett pályára, kettős vereséggel esett ki Róth Kálmán csapata, 21-17-re kapott ki a mai visszavágón, 54-39-es összesítéssel jutottak tovább a franciák, akik egyértelműen esélyesebbek is voltak. A párharcot megelőzően a Veszprém jelen pillanatban csak a 10. helyen áll a magyar bajnokságban, úgyhogy arra koncentrál majd elsősorban, de azoknak a fiatal játékosoknak, akik a veszprémi csapatot erősítik, azért mindenképpen nagyon jó tehet majd ez a nemzetközi kupaszereplés, ugye egy kört ment is a veszprémi együttes, láthatták itt nálunk az előző fordulós meccsüket, úgyhogy mindenképpen gratuláció jár, mint hogy az érdieknek is. A Buxtehudét 9 góllal verte meg az első mérkőzésen tegnap az érdi együttes, úgyhogy nagyon jó esély mutatkozik rá, hogy két magyar csapat is ott legyen majd a legjobb 8 között a kekben. Nem sikerül az első lövés a második fél időben. Hauge, illetve Davidsen hárította Szucsánszki próbálkozását, visszacserélte a kapusát Johannesen. A másik oldalon viszont Cikora hárít egy felső sarkos lövést, már egy lead próbálkozott. Gyakorlatilag azt a folyosót hagyta egyedül tisztán a ferencvárosi védekezés. Elől bent a pályán Laura Steinbach, ott a Vérten Orsolya is. Egyikük sem játszott egyáltalán az első fél időben. És most Cifra bent támadásban, beállóban. Zácsik, újabb Davidsen védés. 1 perc 18 másodperc alatt védett kettőt, ahogy láthattak az első fél időben, összesen fogtak 4-et a norvég kapusok. Labdaszerzés, Szucsánszki, Zita indul el, Zitzer, és Davidsennek itt most már nincs esélye. 5. találata a miénk irányítójának. Viszont 3-14. Ha Profin végigjátsza a Fradi ezt a meccset, nem fog kiengedni, akkor nagyon könnyedén összejött a 10 gól feletti győzelem. Az pedig semmiféle kérdés nem hagy majd a norvégiai visszavágóra. Egy rontás közben Gosszétól. Ezzel együtt így kezdte az első fél időt is, aztán utána beindult Szucsánszki Zita, 24-14. 6 gólos. Jókedvűen kezdte a második fél időt Szucsánszki. Érthető módon. Ötössel Ligren a pályán, ismét a bal szélen. Gosszét levette az iménti kihagyott helyzet után Tore Johannesen. Lead. Hagen tovább, Ligren. Hagen, ezután most Vérten szedi össze a labdát, és egy újabb Zitzer. Vérten viszont elrontja. Ilyen találta Davidsen combját. Vérten helyén viszont visszatámad a Ternes Bergen. Zitzer, Cikora nem tud gólt szerezni, Ligren sem. Beragad a Bergen itt a második fél idő elején is. Vérten kiagyott Zitzerért, azért nagy kár. Cikora viszont továbbra is remekel. Steinbach. Cifra most kihelyezkedik a szélre, aztán megy középre zárni. Szucsánszki. Einár Dottir ismeri el tettét. Nagyon nem volt más választása. Szucsánszki. Steinbach. Jön a labda a kapufáról. Davidsen nem ért hozzá, így aztán a labda a Bergené. Majdnem elvesztették gyorsan a norvégok.
gyönyörű gól futtámból, Maren Lead nem először adja már el ezen a mérkőzésen. Az első fél időben is szerzett hasonló gólt, miközben Steinbach kapufája még egyszer. Ez aztán Lead találata. Meglőtték a norvégok is az elsőt a második játék részben. Steinbach. Az önbizalma felfelé ívelőben. Jól sikerült számára a világbajnokság. Még akkor is, hogyha a németek sem jutottak messzebb a magyar válogatottnál. De ugyanúgy a negyed döntőben búcsúztak, mint ahogy a mieink a szerbiai tornán. A Zicser Vérten, ez is kimarad. A második nagy helyzetét puskázva el Vérten orsolya. Hagen. Kucsánszki bosszankodik. Hiába fújtak bele a játékvezetők alatt, de így is úgy is az ellenfélhez pattant. Bodil Szörheim érkezik kettessel, őt még nem láttuk a mai napon. Az egyetlen mezőnyjátékos, aki eddig még nem lépett pályára a bergeni csapatból. Viszont már is helyzetbe kerül, és gólt is szerez Szörheim. Mindössze 19 esztendős jobbszélsőről van szó. 24-16. Kucsánszki. Vérten. Steinbach. Rácsik még egyel tovább. Kovacsic mellé megy. Az nem lenne jó, hogyha alább hagyna a koncentráció, mert azért ez a norvég csapat képes fejjebb zárkózni, hogyha nem figyelünk. Einar Dottir kap egy kis pihenőt. És ott így Liljegren a beálló, Hagren. Lead. Egy remek betörés és egy újabb gól, Skogrand. 24-17. Egymás után szerzett most három találatot is a Bergen, és feljött 7 gólra. Ez még nem veszélyes távolság, de minden esetre egy kicsit több kell a Ferencvárostól, figyelmeztetésnek mindenképpen jó lehet. Steinbach. Kucsánszkinak megcsinálta a helyet, még egyel tovább, ezt nagyon szépen végigjátszottam azt a Fradi, egészen Kovacsic Mónikáig. A hetedik találata Kovacsicnak. Már ősszel is remek teljesítmény nyújt a támadásban. A védekezésével azért akadnak gondok. Oldalon egyelőre ellensúlyozza mindezt. Nagyon jó szezon fut Kovacsic Mónika. Itt meg egy helyzet és egy szikora védés. Ismét Liljegren Zicserét fogta. Kucsánszki. Zácsik, ez neki nagyon nagy helyzet és hetes lesz. Megfogták a lövő karját. Ligrén egészen pontosan. Talán még a hatoson belül is állt, itt pedig még egyszer Liljegren helyzete, nem volt elég erőszakos mellette Kucsánszki Zita, de ott volt végül szikora. Na nézzük penát, mind a 3 hetesét belőtt, eddig a negyediket is. Viszont 6-17. Tomori. Ez is egyszerűen odapasszolta neki Lead a labdát. Tomori. Zácsik. Ugyanaz, mint az imént. De itt most már 2 percet is ér a fal. Meg is indult lefelé. Nagyon-nagyon gyorsan Hagrén. És meg lehet újra a közte 10, hogy a Pena ezt a 7-est is értékesíti.
bizony bedobja. Felzárkózott most már Zácsik Szandra és Szucsánszki Zita mellé. Mindannyian 6 gólt szereztek, Kovacsics Mónika 7-et. Érdekes módon 5 játékos talált be mindössze a Ferencvárosból eddig a kapuba. Ütözött a labda Gösszé kezéből. Tomori. Tomori. Azt már elindultott, végig is vitte. Újabb gól. 28-17. Most megint beindult a henger elől. Itt már látszott, hogy cibálhatják, amennyire csak tudják. Nem lehet megállítani Tomori Zsuzsát. 11 góllal még nem vezettünk eddig. Liljegrén, lead. Gosszéra most előre jön Kovacsics, Skogrand lövését pedig védi Sikora. Tomori. Tomori. Megjött a kedve. 29-17. Derekasan kihasználja most a Ferencváros ezt az emberelőnyt. 3 gólt szerzett másfél perc alatt a magyar csapat. Helyzet a másik oldalon, kapufa. Nem mehet azonban tovább a támadás, lent marad ugyanis Liljegrén. És így megismerhettük egy pillanatra Randi Szolheimet, és miközben Kovacsics a képen. Tanelek Gábor. Az edző mellett a fizioterapeuta érkezett még. A Tertes Bergennel a játékosok mellett. Tomori. Kucsánszki le a szélre. Szarka, Steinbach. Ő is lövöldözhetne bátran ezen a mérkőzésen. Most éppenséggel belefér, ugye volt egy kapufája. Tomori, gyönyörű gólt lő ismét. Neki nem kell azért kétszer mondani. Ha helyzetbe kerül, akkor el is vállalja. Hat lövés, 5 gól. 30-17 már. Liljegrén karja meggyógyult, úgy fest. De gyorsan jön a válasz, még önök a lassítást láthatják. Szucsánszki Zita révén. 31-18. Labdaszerzés. Mégsem, de a miénk. Ketten vetődtek rá. Szamaránszki és Cipra, két beállónk. Igazából, hogyha ki lehet tűzni célt még erre a hátralévő 18 percre, akkor talán az, hogy a beállókat egy picit formába hozni majd a későbbiekre, hiszen gyakorlatilag az ősz folyamán a Bajnokok Ligájában, mint olyan, nem volt beálló játékunk. 6 mérkőzésen 6 gólt lőtt a 3 beállós. Vértem. Steinbach. Megint egy pekkes lövés. Szucsánszki és Kovacsics most már ketten a két legeredményesebb magyar játékos 7-7 találattal. Skogrand és Szucsánszki ütközött. A lead-nél a labda. Az egyértelmű belemenés, Gosse követte el.
második fél időben nagyon visszaesett a teljesítménye. Tamaránszkinak nem jó ez az átadás. Koste ezt most leadja. Megvan a 19. norvég gól. Ligrén a szerzője. Steinbach. Tomori. Nagy védés Davidsentől. Azt hiszem, hogy Szamonászkit nem is nagyon lehetett igazából megjátszani. Szikora. Ítélet még hozzá 7 méteres. Hiába védett most Szikora Melinda. Jöhet a második norvég hetes. Az első az kimaradt. Még a találkozó legelején Gosse hibázott. Ezóta Skogrand érkezik Szikorával szembe. Szikora! A második hetest védi a mai mérkőzésen. És hogyha tényleg itt arról van szó, hogy lehet önbizalmat növelni, gyűjteni, szerezni ezen a mérkőzésen, akkor Szikora Melinda ezt megteszi. Látszik, hogy nem annyira veretes az ellenfél, de hát azért, hogyha valaki kivéd egy nemzetközi kupa találkozó két hetest, akkor azért az mindenképpen jó tehet neki. Skogrand nem jutott el a labda a beállóig, Steinbach. Tomori. Szamoránszki, tolják kifelé. Birkózik rendesen Szamoránszki Piroska. Einár Dottir tolta le egészen a parkettáig. Az jó bepassz, Szamoránszki, ez is kimarad, de hetes lesz. Térdéhez kapott Szamoránszki. Mindig megijedünk egy picit, mert már nagyon-nagyon régóta nem egészséges ez a testrésze Szamoránszki Piroskának. 2 perces kiállítás is közben. Úgyhogy megint ember előnybe kerül a Ferencváros, Liljegrén csücsült le. Ez a második kiállítása. Penálnak pedig ez a 6. hetese. Ez most kimarad. Davidsen hárított. Ezúttal most jól érezte a kapus, hogy merre kell menni, és a felső kapufára tolta. Hát igen, ez most nem jött be. Ilyettől függetlenül 12 gól az előny. Nem én nagyobb bajunk soha ne legyen, hogy plusz 12-nél kimarad egy büntető. Skogrand. Gosse. A labda a miénk. Szucsánszki. Ó, nagyon-nagyon szép. Vérten, na ez most már bent van. Az első gólja Vérten Orsolyának, de az érdem a Szucsánszki Zitáé. Megcifrali Tájé, aki viszi el az embert. Vérten Orsolya pedig ott maradt teljesen üresen. Emberelőnyös gól. A két elhibázott zicser után a harmadikat már értékesítette Vérten Orsolya. Skogrand. Lead. Amikor egyel kevesebben vannak a norvég, akkor igencsak tehetetlenek. Szucsánszki. Kovacsic és Vérten. Szabad dobásra jók vagyunk.
Steinbach. Pená. Steinbach megint le a szélre. Kiegészült a Bergen. Visszajött Liljegren. Pená. Samaranski, Steinbach, Tomori. Értem, most bejön zárni Steinbachnak. Neki is megvan az első gólja. Jól van. Az első kettőt lefelé lőtte a német játékos, ez most felfelé. 33-19. 14-jel sem vezettünk még. Ligger nesten 60, men ligger 5 menn i midten, så da vi får ta imot alt det som kommer innover. For det blir tydelig hva det du som er frem og ta imot. Okay? Så får vi ta oss søtlige på sidebækken når de trykker direkte på. Og da kommer veldig mye inn mot midten. Nå skal vi få tak i den ballen og løpe etter. Da vil vi utnytte når vi har to linjespillere på banen også. Men uansett, maks tempo frem, flytte ball, og så kan vi dempe ankomsten og holde i gang. Kom igjen! Ja, hát lehet, hogy emberfogásos védekezés lesz majd Gosszéval szemben. De így, hogy lemegy a szélre, így ez indokolatlan lenne, ugye az elmúlt néhány támadásnál balátlövőt játszott. Gosszé. Jó a váltás, viszont elhagyta a labdát. És ezzel most mehet a Fradi. Szucsánszki. Szamoránszki. Nem sikerült befordítani a védőjét, ráadásul ellene ítéltek a játékvezetők. Skogrand. Skogrand, Sikora. Látványos védéseket produkál Sikora Melinda. De azért az is látszik, hogy itt azért nem olyan minőségűek a lövések a másik oldalról, mint voltak a Bajnokok Ligájában még ősszel. De hát itt is jönnek majd szépen sorban egymás után az egyre erősebb csapatok. Kelek Gábor így örült az első beálló gólunknak ma. Cifra Anita szerezte. Jó a bepassz. A vonalról betalálnak most a norvégok is. Liljegren. Igazából, hogyha végignézünk ezen a KEK mezőnyön, akkor azt mondhatjuk, hogy a Ferencvároshoz hasonló erősségű kerettel rendelkezik a Hipó, amely hat világbajnok Brazillal, ezért komoly veszélytárs lehet, és ugye másrészt címvédő is az osztrák együttes, másrészt pedig a Viborg, amely az utóbbi években azért megnehezítette a Fradi dolgát itt a KEK-ben, közben egy újabb gól Gosse révén. És hát, hogyha a szeptemberi BL selejtezőből indulunk ki, akkor azért az Érd is szerezhet nehéz perceket majd a Fradi számára, hogyha éppen úgy alakul, de hát mi annak örülnénk persze a legjobban, hogyha mondjuk magyar házi döntő lenne a kupagyőztesek Európa kupájával. Miért is ne? Ott helyzet a szérrel, áj, pekes volt most Szikora Melinda. 34-22, Szörheim lejtette át. És belül vagyunk most már az utolsó 10 percen. Csuknelli érkezett a jobb szélre. Kovacsic Mónikaért és Betfasztekert és Luca is. Pena. Zamoránszki.
sarkalja a hatoson belül a helyzet, és egy újabb gól beállóból egy picit most a védekezés feszessége megint oda lett. Azért nem véletlen, azt hiszem, hogy Elek Gábor időt kért. Ilyen gólt nem nagyon lehet kapni ezen a szinten. Jó, egyes, bal. Futó. Oké? Gyerekek, ne szórakozzuk már el, pillanat alatt. Gyerünk már, nem kell. Laura egy, mere kettő, gyerekek, szórjuk el a labdákkal. Nyugi van. Nem, Mint hogy Elek Gábor is ráérzett, hogy most a játékosoknak kell egy icipici szidalmazás, hogy ne lazsálják le idézőjelben ezt a hátralévő 8,5 percet. Elkezdtük valóban eladni a labdákat itt egymás után, és meg itt jöhet a Ternes Berger, akár 10 gólra is felzárkózhat azért a mínusz 14 után. Már ezt kell mondani, de visszajön mínusz 10-re a bergeni csapat. Szörheim a gólszerző megint. 34-24. Öt nullás periódus most a norvég csapat számláján, pozitív oldalon. Úgy volt az 15 gól, viszont a 14, én számoltam rosszul. Pena. Steinbach. Pena, bemegy. Véd Davidsen, de 7-es. Hiába nézett nagyobb kérően Skogrand a játékvezetőre. Ott a lökés Hagréntől. Szekért és Luca a büntetővel. Az első gólja a kupa győztesek Európa kupájában, hiszen ő is újonc ebben a sorozatban. Átesett a tűzkeresztségen, tehát Szekert és Luca is. Skogrand. Hogyha a mérkőzés egészét nézzük, akkor talán ő a legjobb teljesítményt nyújtó norvég, és nem Gosse. Ugyanúgy 5 gólt szereztek mind a ketten, de Gosse azért nagyon sok labdát elszórt. Azért próbált egyénieskedni néhányszor. Az igen, Steinbach. Újra megvan a labda, sok Nelly volt nagyon figyelmes. Tomori. Pena. Lemenés. És egy indulás az ellenfélnél. Megint egy látványos befejezés Gosse részéről. 36-26. A csuklója az fenomenális Gosse-nek, ez nem kérdés. Szekert és Lucának meg az egész bal karja, remek gól megint. 37-26, meg lehet a 40. Utoljára a Mihalovce csapatának lőtt 40-et, még az előző idényben a bajnokligája selejtezőjével a Fradi. Andreasen. Sikora érezte, hogy hová jön a labda, csak oda jöhetett gyakorlatilag. Tomori.
Szigora Melinda kapja a tapsot. Teljesen jogosan. Pena, de megy, és gólt szerez. Az ő ritmusváltását már nem tudják lekövetni lábbal a norvégok. 38-26. Gyakorlatilag most már egy ilyen adok-kapokba ment át a mérkőzés. Gól itt, gól ott. 38-27. Steinbach, ez is bemegy. Meg lesz az a 40, most már nem kérdés. A ferencvárosi szurkolók pedig, ha jól hallottam, akkor Tomori Zsuzsát éltették. Ilyen héten felmerült, hogy esetleg távozik a csapattól, zajlanak a tárgyalások Tomori és a klub között. És azon végén lejár a szerződése. Nyilván a Ferencváros csapatának jövőjét azért igen komolyan befolyásolja, hogy Tomori marad-e a csapatnál, vagy sem. Skogrand. Kicsiben passzolgatnak most. Skogrand megint, nem játszotta meg Liljegrént középen. Belefújtak már. Dagul érvényes. Kiállítás lesz sok Nellinek. Hagren gólját pedig nyugodtan jóváírhatjuk. Itt a szabálytalanság Hagrenettől függetlenül tovább megy. És valóban ez most egy jó bírói döntés. Ember hátrány van a Fradi. Steinbach. Megkertés. Megvan az még. Közel álltak a bergeni játékosai. Steinbach. A két légiós igyekezett összejátszani. Pena elül azonban elhalázták a labdát. Sörheim ezzel most nem ment be. Skogrand. Andreasen. Hagrén le a szélre. Ubiket tud Gosszé. Azt nagyon csúnyán elrontotta. Nem tud tehát ember előnyben közelebb férkőzni a Tertesbergen. Marad a 39-28. Na kilövi a 40-et, Szekercés megpróbálkozott most. Szabad dobás. Steinbach. Belül vagyunk az utolsó 2 percen. Az óra megy folyamatosan, na most állítják meg. Rossz helyen állnak a norvégok. Steinbach. Szekercés. Kovacsics beszalad, és ha már visszajött Sotelli kiállítása miatt, akkor szerez egy újabb gólt, ez neki már a 8. Ezzel könnyen lehet, hogy ő lesz a legeredményesebb ferencvárosi. Már azért még valaki utolérheti, Nerea Pena, illetve Szucsánszki Zita. Utóbbi mondjuk nincs a pályán. Skogrand talál be közben. 40-29. Pena. Steinbach. Szekercés. Marad nálunk. Tamaránszki nem tudja összeszedni, és ezzel most elmehet a Bergen. Andreasen átejti Szikorát. 40-30. Csak a teniszmérkőzés is lehetne.
Fél perc van még hátra a mérkőzésből. Támad a Ferencváros. Hát, hogyha lehet 10 fölé csorgatni ezt a különbséget itt az első találkozó után. Így nem, eladott labda. És ezzel még elindulhat a Bergen. Idejük van még a norvégoknak. Skogrand. Sokat gyára sikerült azért szabályosan is elvégezni ezt a szabaddobást. Szikora, még egy védés itt a végén. Így aztán 10 góllal nyer a Ferencváros a Tertnes Bergen ellen. 40-30 a végeredmény. Az a 40 lőtt gól az így a látottak alapján teljesen reálisnak mondható. A 30 kapott az egy picit talán sok, de hát az zöldfehér játékosok. Én úgy érzem, hogy tudat alatt, hogy a fontosabb tudták és érezték már az első néhány perc után, hogy ez a Tertnes Bergen ez nem lehet igazán veszélyes. Amikor Tomori Zsuzsáék úgy gondolták, hogy most egy picit elkezdenek játszani, és most egy picit kell növelni a különbséget, oda tették magukat, akkor igazából a norvégok nem tudtak komoly ellenfelek lenni, és nem tudták megállítani.